champ is here. It's Noki. Sziasztok, én Arnold vagyok, ez pedig a BYNOK Customs. És akkor térjünk rá a mai kártyára, ami pedig egy régen beígért kártya lesz. Egy parketta darabos Vince Carter kártya. Egy nagyon kedves ismerősöm kért fel ennek a kártyának az elkészítésére, ugyanis ő a világ egyik legnagyobb Vince Carter gyűjtője. A kártya elkészítéséhez kaptam is tőle egy ilyen kis North Carolina logóval ellátott parketta darabot, ezt fogom beépíteni a kártyába. A hozzávalók ugyanazok lesznek, mint az előző videókban, valamint ismét elő kell szedni a körvágót. Ha ezekkel megvagyunk, vágjunk is bele. Az első lépés ma is az, hogy kivágjuk magát a nyomtatást. Ha ezzel megvagyunk, akkor a lyukat felrajzoljuk a kitöltő kártyára, és azt ki is vágjuk. Megvan a lyuk, megvan a kis parketta darabunk, a hátlapkártyát beragasztózzuk és összeillesztjük őket. Az így elkészült nyers kártyára felragasztjuk a nyomtatás elejét és a hátoldalát. Ha ezekkel megvagyunk, levágjuk a négy oldalát a kártyának, hogy pontosak legyenek az illesztések. Tadám! El is készült a kártyánk. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, és hagyjatok kommentet arról, hogy kiről látnátok szívesen a kártyát a következő adásokban. Sziasztok!